Nehéz helyzetbe kerültek a krími vendéglátósok, mivel az ukrajnai-orosz háború miatt sokkal kevesebb orosz turista érkezik a félszigetre. A krímet 2014-ben önkényesen csatolta el Oroszország. A nemzetközi közösség jelentős része továbbra is Ukrajna részének tekinti. Az idei nyáron elmaradó orosz turisták félnek, hogy a háború esetleg átterjed a Krímre, aki pedig elindulna, nehezen jut el a félszigetre. A repülőjáratok nem közlekednek, a vonatok száma kevés, menetrendjük bizonytalan. Alexandra Rumjanceva Szentpéterváról érkezett turistaként Szevasztopolba. Pletykának nevezi azokat a híreszteléseket, miszerint a krími hidat fel akarták volna robbantani. Emiatt sokan félnek jönni, mondja. A szentpétervári orosz turista által említett híd valóban az autósok számára egy lehetőség, hogy eljussanak Oroszországból a félszigetre, azonban a forgalom feltorlódik és gyakoriak a dugók, ez szintén elriasztja az utazókat. Albert Agagulyan szevasztopoli nyugdíjas, szerinte a városban és környékén minden rendben van. Nem azért nem jönnek a vendégek, mert félnek, hanem mert ez valakiknek érdekük, mondja. Viktor Borodulin szintén itt él. Ő viszont nagyon aggódik az ukrajnai-orosz háború miatt, mivel a hadműveletek szempontjából stratégiai ukrán városokkal, így Herszonnal és Odesszával mindig szoros volt a kapcsolat. A Krím strandjai szinte üresek. Helyi vendéglátósok szerint a vasúti közlekedést kellene élénkíteni, hogy több orosz turista érkezzen.